Egyedül, meglövi, mellé! Hatalmas helyzet, óriási helyzet a videóton előtt. Petres. Nagyot csapta be jól, Sprecsak lépi át az érkezőknek, Máriás érkezik, Diszli Péterről pattan ki a labda. Szellemes formás támadás, ismét egy gólhelyzet, és még mindig az első félidő 13. percében járunk. És a hálóban a labda, az első félidő 26. percében történt mindez, sajnos technikai okok miatt lemaradtunk a gólról egyébként. Senki sem számított semmire, legfőképpen Diszli Péter nem, aki kigurította a labdát Csábihoz, aki át akarta rúgni Csuhainak, ám Petrestába belenyúlt, és a labda a hálóba hullott. Tehát ezzel a góllal, amit sajnos mondom még egyszer, technikai okok miatt nem tudtunk rögzíteni, szerzett vezetést a videóton. Fodor. Jól ível középre, gólhelyzet, gól! Ha jól láttam, akkor Csehi volt az, aki kiemelkedett a videóton védői közül. Senki sem figyelt rá, és 6-7 méterről a bal felső sarokba fejelte a labdát, és már is 1-1. Fél óra telt el a játék részből. Egy szemfüles Petres gól, és egy védelmi hiba a videótonnál. Sem Kuttor, sem Emmer nem ment a magas Csehivel, és már is egyenlített a Honvéd is. Nyilván meghozza ez a játékedvüket. Horváth, csit mögé jött a labda, jól emelt Némethez. Na, egy jó beadás középre, jónak tűnik. Máriási Veltile egyből lő, Diszli Péter nagyot véd. 16 méterről Máriási dropból meglőtte a labdát. A 40. percben az első félidőben Diszli Péter azonban ragyogóan tolta ki a labdát a léc alól. Ismét nagy bedobás a Honvéd részéről, egészen a 16-osra száll be a labda. Szépen fejelte meg a labdát, Csehi ismét. Petri bizony szerencséje is volt, jó reflexe gyúlt a labdához. Jól is jön a labda, Petri kijön, kiütötte, kapura emelik, László Csaba fejeli ki a gólvonalról. A második félidő második percében Honvéd helyzettel kezdődött a mérkőzés. Fodor, Gregor, még mindig ő visszagurít, gólhelyzet, gól! És ismét Csehi, jellemző egyébként erre a mérkőzésre. A gólnál is, mármint a Honvéd góljánál, Gregor meghúzta magát, jól cselezett, lefutotta állóhelyben levő videóton védőket, és már is veszélyt teremtett, visszagurított és Csehi a léc alá lőtte a Honvéd második gólját. A második félidő pontosan 20. percére ugrott az óra mutatója, amikor a Honvéd 2-1-re vezet a videóton ellen. Eddig ők támadtak a második félidőben többet, és megszerezték a vezetést. 25. perc a második félidőben, Csucsánszki szabadrugásra száll, kapu elé, megcsúsztatja a labdát, Máriási, és már is 2-2. Nagy nem figyelt ott, azt hiszem ő volt helyesebben, Bánfi teljesen, mindegy, aki nem figyelt Máriásira, aki megelőzte, és a bal alsó sarokba fejelte, csúsztatta a labdát, 2-2. Fodor, Sallain, nincs les, most be középre, Csábi fejel, Petri nagyot védett. Bocsánat, Csehi volt, nem Csábi, elnézést. Szokás szerint Csehi fejelt, így is mondhatnám. Petri ezóta ragyogon védett. Emmer nagy bedobáshoz készülődik a második félidő 44. percében. Aztán kicsi lett belőle. Csucsánszki forgolódik, lopja a centimétereket. Most be középre Petres tovább csúsztat. Német előtt elcsúszott a labda, de még be tudja adni? Igen. Petres kapufa, és végül Csuhai a gólvonalról. Petres meg is nézte, hogy hova kell fejelni a labdát, nem volt benne igazán erő, és a kapufáról lepattant, és Csuhai a gólvonalról vágta ki.